Ma reggel a titkárságról értesítettek, hogy az ügyészség munkatársai itt tartózkodnak a Városházán, és arra kértek, hogy tanúként asszisztáljam őket a polgármesteri irodának a zárulásánál, illetve átnyújtottak egy elég hosszú dokumentumot, amiben 7 vagy 8 pontban különböző közbeszerzési eljárások teljes dokumentációját kérték. Mire vonatkoztak ezek az eljárások vajon? Milyen ügyben? Nagyon változatos, tehát így gyakorlatilag szinte minden olyan közbeszerzési eljárásnak a dokumentációját kérték, ami az elmúlt 10-11 hónapban történt Kolozsváron, illetve az ehhez kapcsolódó nem csak elbírálási, hanem szerződéseket, kifizetésekre vonatkozó papírokat. Úgyhogy most történik ezeknek az iratoknak az összeállítása, illetve ezt követően átadjuk az ügyészségnek, az ügyészség megbízottjainak, valószínűleg egy több száz vagy több ezer oldalas anyag áll így össze. A korrupció ellenes ügyészség képviselői voltak itt jelen a Városházán? Korrupció ellenes ügyészségnek a képviselői voltak, illetve egy felmutattak egy ítélőtábla által kiadott bírósági határozatot, amiben elrendelik a polgármesteri iroda átkutatását. És be is zárták azt az irodát, és ott zárták. Egész délelőtt információt vagy iratokat kerestek? Nem, ebben a pillanatban semmiféle fajta iratot nem kerestek az irodába, zárulva van az iroda. Ezt követően történik nagy valószínűséggel a polgármester jelenlétében ennek az átnézése vagy átkutatása. Erről tájékoztattak, de semmiféle dokumentumot nem kerestek, nem vittek, csak a zárulás folyamata történt meg. Volt még erre precedens a Városházán, amióta ön alpolgármester nem, vagy? Ilyen esetről én nem tudok.